A Pest megyei harmadosztály záró fordulójában a Pécel hazai pályán 2-1-es győzelmet aratott a gyál ellen. A Pécel így a hetedik, míg a gyál a tizedik helyen zárta az őszt a bajnokságban. Az első góra a 23. percig kellett várni, Bánfi Zsombor szerzett vezetést a hazaiaknak. Egészen a 64. percig nem változott az eredmény, ekkor viszont Dóczi Szabolcs idei hetedik góljával kiegyenlítettek a vendégek. Néhány perc múlva jött a válasz a másik oldalon. Varga Ádám a 73. percben újra előnyhöz juttatta a Pécelt, amit a csapat már nem engedett ki a kezéből. Pécel, Gyál, 2-1. A tavaszi folytatást a Pécel a hetedik, míg a Gyál a tizedik helyről várja.